és hát elmondta, tudnék, hogy a panasz az a galambászoktól, hogy elhanyagolom újabban a galambászokat. Nem fordítok rájuk kellő figyelmet, nem készítek velük videófelvételeket, nem megyek el hozzájuk. Mondtam, hogy elmegyek, ha hívnak, ha nem hívnak, még akkor is. Na, lényeg, ami lényeg, hogy itt vagyok, és én behallgatnék a beszélgetésbe. Én nagyon remélem, hogy ez a beszélgetés arról is fog szólni, hogy az úgynevezett galambászati évzáró. Hogy záródtak az évek verseny szempontjából, verseny szempontjából különböző területeken. Hát először is köszöntöm a házigazdát, Horváth János urat, és köszöntöm a vendégeket, Borúcs József sportársat, és... Leer István. Ön honnan van? Ajka. Ajka. Na most ugye az etiket az diktálná, tudnélik, hogy magázódjunk egy-egy videófelvétel alkalmával, mert miután már két urat ős korszak óta ismerem, ismerjük egymást, de én remélem, hogy álságos, én úgy gondolom, álságos volna, ha magáznánk egymást, tehát hozzájárultok ahhoz, hogy tegezzük egymást, ugye? Természetesen. János? Nem biztos. Nem biztos. Akkor önt is tisztelettel megkérem, hogy tegezzen engem is. Nagyon megtisztel. És akkor mi áradban vannak itt, vagy jöttetek? Mi szél hozott titeket ide? Kocsi. Hát beszélgettünk ugye több alkalommal telefonon, és én fölhívtam a Jánost most a neve napján, és ő javasolta, vagy illetve mondta, ha tudunk, jöjjünk el. Most volt senki neve napja? Most volt, igen. Igen. Hát ez és ennek apropóján jöttünk most el, hogy meghívást kaptunk. Ja, értem, értem. És lehetne arról szó, hogy egy galambászati évzárót tartsunk a 2019-es, bocsánat, 2020-as évre vonatkozik. Nekem szerintem többet ne így járnak. Megállt a kávés, értem, értem. És gyakorlatilag hogy zártad az évet, hogy zárta ez az egyesület, ez a kerület, milyen volt a verseny? Én sehogy. A padlopogás miatt, ugye az egészségi állapot miatt itt nem lehet csinálni semmit. Jó formán a szerencsés dolgot enyésztés volt, ahol kikerültek valamok mindenhol röpülnek. Versenyzésről nem is igen, de ez lehordani a galambot. Egyesületben nem is, ez egy kicsit úgy körülményes. Elindítottuk. De szóval ez nagyon-nagyon körülményes dolog volt az idei év. Úgyhogy ez így nem működött. Egyébként tisztelettel megköszöntöm a látogatókat, látom, hogy már a Kajtár Attila is fölébredt, és még többen. Ön uram, ön is, vagy szólíthatom Sforinak. Ahogy, természetesen. Mióta versenyzik? Vagy? 3 éve. És hol? Ajka Egyesület. A Szányos Egyesület az, hogy... És milyen eredménye, milyen távról? Elég jó repülnek a galambok. Már ház körül, vagy verseny szempontjából? Verseny szempontjából is jó repülnek, hála is. És milyen távon? Hát az egész programot végrettettem gyakorlatilag, rövidtől a hosszúig. Mennyi madara van, mikor kezdett? 142 darab galambon összesen. És mikor kezdett galambászkodni? 2017-ben. Ugye akkor. Na 17-ben, igen, 17. Ki fertőzte meg ezzel a galambacillussal? Hát az már nagyon régi egyébként, nekem volt a galambó gyerekkoromban, csak igazából versenyszerűen nem galambáztam én. És 17-ben ugye felvett a Vajka az Egyesületbe, és azóta versenyzek. Hát kis nagyobb sikerekkel persze. Értem. Hát akkor gyakorlatilag most ide fordulok a Borúcs sportáshoz. Te hogy zártod az évet? Másodikként. Mi az, hogy második? Úgyhogy itt ül mellettem, aki meg tudott várni. Tényleg? Na, hát én csak nem te voltál a tanítómester. Egyik része, igen. Igen? Egyik része. Hát az mindig jó, hogyha a tanítvány elfogadja a
a professzornak, vagy a doktornak, ahogy nevezik. Ő kimondott a jó tanítvány, már tényleg odafigyel arra, amit az ember mond, és amit ő be tud építeni a saját körülményei, a saját állománya szempontjából, ő azt meg is teszi. Na most sok ember azért nem tud szerintem 5-ről a 6-ra lépni, mert össze-vissza tenyésztenek, össze-vissza kereszteznek, össze-vissza hordják a galambokat évente. Ilyenkor nehéz az egészséget fönntartani. Sokkal nehezebb egy valamire való ütőképes vonalat kialakítani, és így tovább, és így tovább. Na most az István megfogadta a jó tanácsokat tőlem is, a Csordás Karcsitól is. Galambokat is kapott mindkettőnktől, és ő neki a lehetőségei is jók a galambászat szempontjából. És itt 3 év alatt gyakorlatilag az élre tudott kerülni. Ó, hát ez gratulálok. A 13-as tagszövetség úgynevezett északi versenykerületében versenyeztünk, ahol miánk a leghosszabb ducstáv. Például a Kapuvárral szemben nekünk utánként 65-67 kilométer hátrányunk van, de állnak ellenére meg tudtuk őket várni, úgyhogy István lett az első, én a második ebben az északi versenykerületben. Mekkora volt a leghosszabb táv nektek? Hát a Magdeburg az nekem 713, de én még a versenyek végeztében küldtem Rostockba is. Onnan is lett aznapos galambom, a 2. zónában 3. lett az a galamb. Én úgy emlékszem, hogy a Posta Galamb Sportújság hátlapján is van egy fotót egy galambbal. Az a madár az mit teljesített, vagy miért került a Most számoltam össze pontosan az eredményeit. Ugye 2014-es a galamb, azt én tudom, hogy 14-ben is jól mozgott fiatalon, de az az eredmény az nincs fönn ezen a galambon.hu-n. Azt így nem tudtam nyomon követni, de viszont 2015 óta van neki 22.300 valahány díjkilométere. Igen, van egy sportás a közelemben, aki mindig meg szokta jegyezni ilyen alkalom, hogy még nem vágtad le? Hát még nem vágtam le, de előfordulhat az, hogy még jövőre is röptetem. Te mondd, és utódai vannak, már fog befogtatni? Vannak, rengeteg helyen. Többek között a lánya került a 10, illetve 29-as tagszövetségbe, Polgárdiba. Az a lánya is tavaly előtt, ha jól emlékszem, 13 helyezést röpült egy évben. Tehát akkor gyakorlatilag az örökítő képessége is ennek a madárnak. Ennek a hímnek egy nővére került az ifjú Zsíros Istvánhoz. Annak a tojónak a lánya van valamelyik tavalyi szaklapban lefényképezve. Az egy év alatt röpült 6200 kilométer. Tehát ez a család, ez borzasztó jól örökít, nagyon strapabíró, többek között az a tojó is olyat csinált nekem, mikor 4 éves volt, hogy megrepült a Magdeburgot, kerületi elsőt röpült, ez volt szombaton. Visszaraktam, következő héten volt az országos Magdeburg, szintén egy meleg ellenszállás idő, ott meg országos 27-et röpült. Te mondd, és hagyományos módszerrel, vagy özvegységi módszerrel? Özvegységivel. És a tojók és a hímek, vagy melékkel hímek csak, vagy a tojók? Illetve nem... Hímek, tojók. Mindkettő. Sőt, nekem az a tapasztalatom, hogy a tojók bizonyos szempontból talán strapabíróbbak. Igen. És milyen törzsed van tulajdonképpen? Mikor alakítottad ki? Hát ez a mostani állomány, ez gyakorlatilag 95-től indult. Akkor kaptam én a Csordás Karcsitól, jobban mondva kértem is, a
az 1190-es hímjéből fiatalt. Na most ez az 1190-es, az a Göröszdös Lajosnál kárt. Erre akartam kitérni, mert valami úgy érdekel. Szlovákiába. Ez egy Hofkenzer Hermes vérű galamb. A Hofkenzek, azok még a Mikó Józsi bácsi által kerültek be, és azokból került a Lajoshoz. Na most ő Hermes galambokkal párosította, és ebből gyűrűzött a karcsinak. Na most a karcsinál ez az 1190-es, az egyévesen 10-10 helyezés, két évesen szintén, három évesen szintén. Mehetett volna az utrechti olimpiára az eredményei alapján, csak nem engedték, mert szlovák gyűrűs volt. Hát de én úgy tudom, hogy a Csordás Karcsitól, vagy Károlytól, bocsánat, a botlásról, egy német gyűrűs madarat is kaptál, nem? Nem. Hát ez hogy volt? Ez a galamban német gyűrűvel gyűrűzve, amit a Karcsi nekem hozott az 1190-esből, az ősszel kárt, így a versenyek után talán a második költésből, és ilyen 3-4 napos korba hozta nekem oda a Karcsi, és abban az évben már nem volt gyűrűm. De viszont kaptam én az év tavaszán a németektől galambokat, és azok között volt olyan, ami nekem nem tetszett. Ezért a bogrács gulyás és annak a galambnak a gyűrűjét viseli ez a galamb. Tehát ez nem német galamb, csak német gyűrűvel lett gyűrűzve. Tehát akkor ez magyar galamb. És így van, és ez 16 évig költött nálam. Jobbnál jobb galambokat, többek között az országos cecint 2005-ben. Ennek a galambnak az unokájával nyertem meg. Azzal szintén tudtam Magdeburgot nyerni. A dédunokákkal nem egy volt olyan, hogy mit te 11 helyezés, és így tovább. És a mai napig ez a vérvonal én nálam dominál. Az utolsó lánya, az most 11 éves, tőle is fogom most a jobbnál jobb galambokat még. Értem. És akkor most tulajdonképpen azért jöttetek Tatabányára, hogy 4 napi alkalmával felköszöntsétek a János személyesen is, és esetleg vérfrissítésre is akartok galambokat cserélni, vagy mi a cél? A jöveteletek. Baráti látogatás. Én kimondottam baráti látogatás. Hát egy ilyen baráti látogatás, így van. Egy beszélgetés, baráti látogatás. De úgy, mint a Szabó Ferit fényképen lássuk. Fényképen? Aha. Hát úgy csinálnál olyan szépet, csak a fényképen. Mikor nekem azt mondják, hogy szép, mondom, mindig az a legnagyobb sértés egy férfi részére, azt mondják, hogy szép, mert legyen olyan szép, mint az anyja, a gyermek, az utód, és legyen olyan okos, mint az apja. Vagy nem így van, nem így látjátok? Hát azt emberre válogatja. Nem tudom, János, ehhez van valamilyen hozzáfűzni valód itt, amit beszámolt a egy gyurazolálat, vagy tehát akkor gyakorlatilag az évzáró a versenyek szempontjából jónak mondható, sőt, kiválónak mondható. Igen. Vagy tévedek? Most még szeretnék visszatérni erre a bizonyos galambra. Igen. Ugye ez 95-ös születésű volt, és rá 10 évre, tehát 2005-ben én még hoztam egy himet, szintén ebből az 1190-esből, ami a mai napig most 15 éves költ. Na most ez az apja ennek a 22.000 kilométeresnek, meg annak a tojónak, amit említettem, hogy az ifjú Zsíros Istvánról került meg, hát nagyon sok galamnak. Tehát ez a két hím az apáról féltestvér volt. És ára kettőre kezdtem én vonaltenyésztést. Igen. És kimondottam vonaltenyésztést, betenyésztést nem is volt, az csak vonaltenyésztést. Hát én olyat nem szoktam, hogy testvéreket. Itt a legközelebbi az esetleg féltestvér, de még jobbnak tartom az unokatestvér párosításokat. Na és ha esetenként viszel be az állományodba egy idegen helyről galambot,
ami kiválóan teljesít, mi jó az örökítő képessége is, akkor annak azt hogy építed be az állományodba, vagy mit kezdesz vele? Hát én nem úgy csinálom, mint a legtöbben, hogy viszek be egy idegen galambot, és azt mindjárt beviszem a vonalba. Én általában akkor két idegen galambot hozok be, és azt a két idegen teszem egymásra párba. Azok meg a gyerekeit, ami kifér a csövön, úgy megröptetem, nem érdekel, hogy milyen idő van, mekkora a távolság. És ha azok úgy repülnek, hogy az nekem is tetszik, akkor azt a két galambból kárt hímet vagy tojót, azt viszem be az állományba. Ez azért jó, mert akkor gyakorlatilag, ha úgy nézem, csak egy idegent vittem be, tehát nem két szálon fut az idegen vér, hanem csak egyen. Tehát akkor gyakorlatilag, mint ahogy a németek is mondják, addig hajtott, hogy vagy húz a szürke, vagy megszakad. Hát, más választása nincs. Igen. Néhány praktikát, takarmányozás, gyógyszerezés, vakcinázás. Ezt erről is már visszatérünk. Na most az idegen galambok kapcsán, ugye kaptam igen. Én tőled, a János által tenyésztett sellencvérű galambot. Tőlem? Igen. Én ennyire kettő gyűrű van rajta, egyet a János tett rá a fiatal korában, akkor elvittétek valahova a Pestre, és voltatok olyan cselesek, hogy még a másik lábára is tudtátok tenni egy gyűrűt. Úgyhogy igen. Ezen kettő van, egy 14-es kelésű galamb, a közvetlen a 602-es tojóból. Na most többek között ennek a hímnek, ennek a Schellenz hímnek, az van párban állam egy Nagy Varga Viktor féle Hubenszer Heremancos tojóval. Tehát számomra addig két idegen galamb. Na most ez a két úgynevezett idegen galamb költötte nekem többek között azt a tojót is, ami az idén is 8 helyezést röpült. Schellenz, Huben, Heremanz, mindenki azt mondja Janssen. Mert akkor gyakorlatilag a korona János fejére kell, hogy kerüljön. De mind a három évben Magdeburgot, az ellenszeles Magdeburgot is megröpült a listára. Ellenszeles? Ellenszeles meleg Magdeburgból tavaly is, tavaly előtt is. Egy évesen is megcsinálta, és azóta minden évben. Én nálam nincs olyan, hogy Janssen galamb. Janssen galamba is lehet olyan izomzatú, ami tudja az ezret is, de Ardenba is van olyan, ami 500-nál leesik az égből. Hát akkor miről beszélünk? Hát lehet, hogy nincs feltöltve üzemanyaggal kellően azért esik. Hát az meg a másik. A felkészítésnek a lényeges szempont, hogy milyen üzemanyagot kap az igen, a igen. Akkor Jánoshoz fordulok, miután meg lett szólítva, gyakorlatilag a 602-es. Mi volt az a 602-es? Hát egy rosszat röpült 10-es. Én már nem is emlékszem rá. Te kaptam meg. Klaus Stinecker tenyésztett a Németországba. A 99-essel volt márva, ugye a Nacional egynek egy unokájával, ugye? Ez a 602-es, ő is el, ez jól amúgy. Igen. Ott van nálatok valamelyiteknél a papírja. Nem, nekem adtad. Neked adtam oda a papírját. Ezek a galambok stokizgalambra épülnek, mivel a stokizgalambra épült a Nacional egy is. Ezek képesek a 100-ra is, meg az 1000-re is, ugye hát kellő felkészítés mellett. Nálam már nincs belőlük egy se, ugye az első pár tojást is mindjárt neked adtam, vagy az első pár, amikor meghoztam a két galambot, neked adtam oda a mind a kettőt. Én már nem emlékszem rá. Már nem akarsz rá emlékezni, így akkor legalább az látszik. Nem. A drága lányom is azt mondja, hogy sajnos papa elfelejtett bevenni a kavintot. Nem emlékszem, nem biztos így volt, de ajánlottál te más madarakat is nekem kiválóságot, aminek nagyon örülök, hogy nem vittem el, de sajnos bekerült volna a süllyesztőbe, mert ugye gyakorlatilag hol itt röptettem, hol ezzel, hol azzal, mindig valakivel, aztán végül bekövetkezett
az, aminek nem kellett volna, hogy bekövetkezzen, szét kellett osztani a galambokat, mert meg kellett szüntetni ott az állományt, ahol voltak. De erősen gondolkodom azon, mert kapacitálnak egyesek arra, hogy ahol most élek, ott próbáljak egy kis dúcot összehozni, és néhány fiatalt majd valahonnan összeszedni. Két évvel ezelőtt készítettem én egyébként egy videót valahol a Tanyacsárdába, ha jól emlékszem, talán Földing Norbi, jól mondom, az nyert egy 1 millió forintot akkor, ugye, a versenyek alkalmával, és az egyik ismerősöm megkérdezte tőlem, hogy mondd, mennyire lehetne olyan galambot venni, amivel te is elkezdenél újra galambászkodni és nyernél. Mennyire tudnád összeszedni? Mondtam, hogy egy zsákára. Azt mondja, mi az, hogy egy zsákára? Mondom, mennyibe kerül egy zsák? Hát azt mondja, lehet, hogy 500, lehet, hogy 200. Azt mondja, miért egy zsákára? Nem, mondtam, hogy körülbelül egy nap alatt összetudnék szedni egy zsák galambot a barátoktól, és ennyibe kerülne. Hát tudom, hogy nagyképű voltam akkor, ez nem egészen így van, de azért vannak barátok még, ha elfogadják ezt a jelzőt tőlem, hogy barátoknak nevezem, akik talán megajándékoznának egy galambtollal, vagy egy galambtojással. Nem tudom, hogy hol költették. Én már egy tekészet felajánlottam neked, hogy ezt még ma adtam is, hogy én csak elsüllyedtem. Igen. Nem tudom, van-e még esetleg valami mondani valót, amit én... Nem mondom. Jóskáiknak, Pistének gratulálok. Meg örülök, hogy látom őket. A galambajándékozásnál azért kicsit erre kitérnék én egyébként. Pont az én példámból kiindulva. Elkezdtem ugye galambokkal foglalkozni. És most jöttem én arra rá egyébként, hogy ugye több ember megajándékozza a másikat galambbal. Nagy hibákat szoktam én látni ebben az esetben, most már 3 év után. Én is adtam most galambot egy-két embernek, és azt mondtam neki, hogy ami nekem nem jó galamb, ezt neked nem adom oda. Nekem ez nagy gondom, amikor galambászni kezdtem, hogy kaptam olyan galambokat, ennek másra nem volt szüksége. A galamb nem kellett az, mert nem kellett neki. Ez nagyon nagy hibát látom, mert az a galambbal egy kezdő mit tud kezdeni akkor? Te mit tudtál vele kezdeni? Semmit. Hát én is azt mondom, hogy semmit. De nagyon nagy hiba ez. De nekem viszont az a határozott álláspontom, hogy nagyon jó galambot, ami jól örökít is, vagy ha kapunk fiatalt, amit tudjuk, hogy minden testvére brillírozott, vagy nagyon nagy pénzé lehet megvenni, vagy baráti alapon. Mert a barátot általában nem szokták átvenni. Én azt mondtam, hogy adjon valaki egyet, igen, vagy kettőt. De az egyen azt mondja, hogy az tényleg jó galamb. Én kaptam olyan galambot, le volt takarva az udvar a közepén kosárral. Na most, erre mit lehet mondani? Miért a kotlós volt? Hát nem, kotlós, ott volt levágásra valószínű. Ja, hát ja, persze. Ez nagyon-nagyon nagy hiba. Ez az én véleményem. Igen. És sok kezdő, így elindultunk az úton, hát nagyon nagy hiba. Nagyon és nagy gödör egyből, szerintem. Igen. Én még visszafordulok a burus sportáshoz, mert ugye arról volt szó, hogy néhány praktikát mondjon a takarmányozásról, vakcinázásról, gyógyszerezésről. Én úgy tudom, hogy a te madaraid vegák. Vagy tévedek? Na most véleményem szerint ezt a takarmányozást is sokan, hát hogyan mondjam, talán túlzásba is viszik. Mert én nekem az a meglátásom, ha van valakinek egy jó galambja, az jól fog röpülni akkor is, ha 6 féle magot kap, de nem fog még jobban röpülni akkor sem, ha 16 félét adnak neki. Itt egy a lényeg, 3 dolog van, szénhidrát, zsírok, fehérjék. Hogy ezt most milyen formában, meg miből mennyit adunk, az egy másodlagos dolog. Én egy valamire jöttem rá, hogyha az ember özvegyen röptet, az özvegy galamb az nem kívánja például a borsót. Ugyanis sokan azt nem veszik figyelembe, hogy mondjuk egy jó minőségű napra forgó is tartalmaz
16-17% fehérjét, ugyanúgy fehérjét tartalmaz a ciroktól kezdve a buzon keresztül bármi. Na most az özvegy galambot, hogyha úgy etetik, mint amit sokan csinálják, hogy kivéregetik, és akkor reggel odaöntik a mennyiség felét, meg majd délután 5-kor a másik felét. Na most ez véleményem szerint azért nem jó, mert ugye a galamb is ugyanúgy működik, mint mondjuk egy ember. Időegység alatt lehet, hogy én dupla annyi mennyiséget meg tudok enni, mint mondjuk te. Kinek milyen a takarmány értékesítő képessége? Nem csak, tehát na most ha úgy méregettem ki, akkor előfordul az, hogy az egyik galamb túleszi magát, a másik félig éhes fog maradni. De hogyha én úgy takarmányozok, hogy egész nap van előttük takarmány, akkor 2-3 nap után rájön a galamb is, hogy nem kell itt kapkodni, hanem oda megyek egy-két szemet, ami nekem szimpatikus, fölcsipem és odébb állok. És akkor nincs az, hogy ilyen telibőggyel szaladgálunk, mit tudom én, evés után, meg majd este újra, hanem szinte majdnem mindig üresnek tűnik a begy, az emésztőrendszer sincs annyira letárhálva egyszerre, és mindenki jól tud lakni, vagy annyit tud enni, ami őnek jól esik. Na most a borsóval én nekem az a meglátásom, hogy ha valaki tényleg úgy etet, hogy kiméregeti, akkor a galamb ahhoz, hogy jól tudjon lakni, kénytelen lesz megenni a borsót, holott nem volna rá szüksége. Én arra úgy jöttem rá, hogy leözvegyítettem a galambokat, megvettem a keveréket, volt már 25% borsó, megburítottam az etetőt, mentem ki később, majdnem kiestem a ducból, mert az összes borsó a lábam alatt gurult. Szóval se kivárték, és már tudtak más magból is annyit enni, amennyire szükségük volt, a borsót nem kívánták. Na mondom, akkor innentük el. Lehetséges, hogy volt benne más fehérje is a borsóban? Na most egyet tudni kell. A borsóból addig kimutattak 200 féle aminosavat. Mennyit? 200 félét, de az még nem biztos, hogy a vége. Hát, kísérletek én úgy tudom, lehet, hogy tévedek, hogy 12 eszenciális aminosav van. Na most itt nem arról szól a dolog. Arról szól a dolog, hogy egy sejt, most lehet az galambi, emberi, bármié, az durván 20 aminosavból épül föl. Ugyanúgy 20-ból épül föl az idegsejt, az izomsejt, a májsejt, vagy bármelyik, csak más-más kombinációban, de ugyanabból a 20-ból. Na most ebből mi következik? Az következik, hogy a borsóban van 180 olyan aminosav, amire a szervezetnek egy szüksége sincs, de attól meg kell tudni szabadulni, tárháli a májat, az egész emésztőrendszert, és ugye kiüríti. Erről teszem be, alkalmazod még a Mária Tövis magot, vagy alkalmaztad? Én azt nagyon régóta alkalmazom, meg fogom is alkalmazni, mert... Ugye, ha jól tudom, szilimarin tartalmaz. Szilimarin, szilibin, na most ezek olyan dolgok, ami segíti a májat a méregtelenítésben, sőt, fölgyorsítja a válsájtek regenerálódását. Tehát az nem mindegy, hogy most a májnak a 80% sájtja el van öregedve, vagy a 80% sájt mondjuk friss sájt. Tehát a hatásfoka sokkal jobb lesz annak a májnak, amelyik ilyen Mária Tövis dologhoz jut. Miben tudják a galambászok tönkretenni a versenygalamboknak, vagy egyáltalán a galamboknak a máját? Hát mivel gyógyszereznek akkor is, mikor nem kéne. Most is szoktam olvasni, néha rámegyek az interneten. Az egyik írja, csináltam 10 napos ilyen kezelést, a másik 10 napos olyat, a harmadik megint másikat, aztán kezdik előről, ilyenkor télen. Hát de miért van erre szükség? A galamb legtöbb helyen ki se jár, idegen galambokkal nem találkozik, akkor mitől betegedjen meg? Egy zárt állomány saját magát nem fogja megbetegíteni, még akkor se, ha a bokáig járunk a trágyába. Mert abban, az abban lévő
baktériumok, vírusokon, már az összes galamba átment, és immunis rá. Hát akkor minek kezelünk? Aztán majd tavasszal elkezdik röptetni, jön a tréning, a stressz, meg mit, aztán megbetegszik a galamb, és akkor azt mondja, pedig kezeltem egész télen. Na most akkor volt értelme? Igen. Most azért a Jánoshoz is fordulok. János, te milyen praktikákat ajánlsz egyébként a galambok kezelésére, elsődlegesen is a vakcinázások? Amit a jósornál jött, igen. A vakcinázáson kívül visszatérnek ilyen a borsóra, ugye. Ütköztessük, jó. A borsónak az egyik nagy hibája, ugye, hogy ciánozzák, utána szellőztetik, ugye, de nem veszik észre azt, hogy a borsóba a cián beleüt, ugye. Mikor egy begycsavart elkeletkezik, ugye, bekerül a begybe, akkor a cián ugye automatikusan kiázik belőle abból a borsóból, azért vannak az, hogy vagy hányja, vagy pedig fölemelik, kidobja, azért dobja ki, a második szemet már kidobja. A legrosszabb eset akkor történik, mikor egy fuzáriumos fuzával még találkozik, ugye, mivel a galambnak nincsen epéje, csak egy epevezetéke van, az epevezeték megtelik a májra, ugye, és megy az uzára, és akkor találkoznak legtöbben a nem tudják, hogy miért van az, hogy az ürülékben emésztő van. Mert a tűzában törőlétegén ezek az anyagok, toxikus anyagok, ezek tönkreteszik. A nagy hibát itt kövessük el, ugye, mert buza nagyon jó lenne, ugye. A borsó is jó lenne maga az összetétele miatt, de mivel, hogy olyan anyagokat tartalmaz, amit egy 40 dekás galambnak az epevezetéke nem bír megtárolni, ugye. Önkéntelenül ki fogja üríteni, és amikor a májra rákerül az a toxikus anyag, az egy olyan erős méreg, ugye nagyon egyszerű dolog van, arsos figyelik oda, nagyon sok galambász, hogy a igazsága fokhagy, jó dolog, vértisztító kutya fel a jó dolog, de a középső részét, a csírás részét, ugye az egy toxikus anyag. Azért erős a fokhagyma, ugye, mert az a toxikus anyag is benne van, az a csíra. Hibák itt vannak. De most vannak a hívek. Jóska rájött, csak ő másképp közelítette meg. Jó dolog ez, ugye. Én nagyon régóta nem etetek a versenygalambokkal borsót, ugye. Meg megpróbálunk hőkezelt borsót etetni, ugye, ami a tenyészgalamboknak jó, mert a fiatalban jobban lehet főnevetetni. Jó, a tirok is, meg ezek a dolgok, ugye, amik fehérje tartalmúak. De sajnos ugye, ahol toxikus anyag meg kénytelennek ugye a tárolás miatt ugye gázos ötteni. Mert a maga hőkezelt takarmány ugye kicsit megemeli az árát, kicsit nagyon inkább, ugye meg nem mindenki fér hozzá. Ezt mindenkinek nem lehet megoldani, ugye. A búza is, ugye a kenyérgabonát, ugye az nem kerül forgalomba, ugye, mert a kenyérgabonba, a kenyérgabona az mindjárt malomba kerül. Azért nincs neki akkora fuzárium tartalma. Nem véletlenül vizsgálják be, ugye minden egyes malom örlésnél ugye azt a búzának a fuzárium tartalmát. Most ezért nem etetek. Én már nagyon régóta nem etetek a versenygalambokkal, több mint 30 éve. És most megpróbáljuk azt a megoldást, ugye legalábbis próbálkozunk vele, hogy hőkezelt takarmányokat etetni, ugye, ami még a csírákat azért nem ölte meg, de zsizsikmentesíti, mert a legrosszabb, ugye. De hát ez rengeteg fehérjét tartalmaz, még plusz a zsizsik, nem? És ez baj? Zsizsik. Igen. Aha. Vagy nem jól tudom? Próbáld meg, aztán egy marékkal megetetünk veled, aztán majd meglássuk, hogy éjszaka mit csinál a gyomrod. Hát mondjuk én még nem repültem, ha csak innen nem repítjétek ki. De még repülhetsz. A legnagyobb baj az, ugye, amikor bekerül abban, ugye, kap egy kis becsavat, ugye, igen. Az a zsizsik, ugye, akkor elkezd irritálja annyira a galambot, érted, mert kijön abból a borsóból, kijön a buzából, sokan nem figyelik oda, az árpa is nagyon zsizsikes, ugye, lehetséges, ha rosszul van tárolva. Most ugye nem mindenki adott az, hogy most tárolja. Aki a takarmányokat keveri, ugye, azok nem figyelik oda. Az, hogy szép legyen, meg tiszta legyen, ugye, de amikor a belsejét megnézzük, ugye, a kukoricába, borsóba, buzába, ezek árpába, ez mind jelenkezhet, ugye. Hát ezt meg tudnánk oldani, sajnos nem lehet egyelőre megoldani, mert olyan feltételeink nincsenek, hogy ezeket hőkezelni úgy tudjuk, hogy
bizonyos hőfokon meg lehet csinálni kis mennyiséget, ugye a mikróba meg tudod oldani, de ha már kicsit megpörkölted, már nem eszi meg az állat, ugye? Azért van az, hogy a kukoricát, mikor szállítsák, ugye, és oda kerül a kicsit a célei meg voltak pörkölve, azt már megint nem eszi meg a galamb, ugye? Jó lenne az a szállított kukorica. Csak az a baj, ugye, hogy túl hőkkal, vagy pedig nem megfelelő forgatása. Na most ezek ilyen technikai dolgok, sajnos ebben nem tudunk egyelőre megoldást találni. Igen. A 2021-es évi versenyekre, versenyprogramot kiírta már a szövetség. Mit tudtok erről, vagy lesz egyáltalán 2021, lesznek versenyek? Erről még nem is szabad gondolkodni, ugye, mert még azt sem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Nem az, hogy 2021-ben, ugye, hogy április végén. Hát ez már holnap után lesz. Áprilisban el lehessen kezdeni tréningezni, ugye. Még inkább az van, hogy kötöttségek vannak, ugye, lezárások vannak, ugye. Még mi azért szerencsésebb helyzetben vagyunk Magyarországon. Ugye, de máshol ugye megyéket, szlovákoknál lezárnak falvakat, izéket, városokat lezárnak. Szóval máshol is tombol, itt is tombol, egy szerencsésebb helyzetben vagyunk. Hát majd meglátjuk most, hogy ezzel a vakcinázással mire jut a jó nép. Én nekem az a véleményem, hogy ha teszem föl a tavaszig, a népesség nagy része be lesz oltva, akkor onnantól kezdve lehet reménykedni abba, hogy ez a koronavírus abba hagyja ezt a tombolását, és szerintem akkor újra átjárhatók lesznek a határok, és versenyezni is fogunk tudni. Na most itt ezzel a vakcinázással kapcsolatban, ugye itt most azt is meg kell említeni. Mármint a COVID-19 vakcina. Igen, vagy bármilyen vakcinára. Ugye nem hiába mondjuk azt, hogy egészséges állományt kell vakcinázni. Na most ugyanez a COVID vakcina azon az emberen, aki most ott fekszik az ágyon, semmit nem fog érni. Már egy beteg embert hiába vakcinázunk, annak a szervezete képtelen arra, hogy ellenanyagot termeljen. Az az ember, ha kigyógyult abból a betegségből, és újra úgymond talpra áll, akkor lesz érdemes őt is vakcinálni. Tehát de addig, akkor, amíg beteg, fölösleges. Akkor ebből az következik, hogy csak egészséges állomány galambára. Hát nyilván. Hát most sokan, ugye térjünk vissza a galambra. Megveszik azt a vakcinát, rá van írva, egy éves védettséget ad. Fogja azt a galambot, beoltja 3 hetes korba, és de, akkor... De itt, bocsánat, itt zárójelben megjegyzem, kérdezem. 3 hetes korban még nincs úgynevezett szik immunitás? Vagy, hát vagy az állatorvos javasolja, hogy választáskor oltsuk be a galambot, de 3 hét múlva ismételjük meg. Igen. Azt miért mondja? Ezt azért mondja, mert ő azt nagyon jól tudja, hogy az előző oltás nem ért semmit. Mert mégis van szikimmunitás? Én ezt olvastam német szaklapba, ahol tudósok nyilatkoznak arról, hogy például a galamb esetében a galamb immunrendszere 60-70 napos korban éri el azt a működési szintet, azt a kapacitást, hogyha én akkor oltom be, akkor megfelelő immunválaszt várhatok, hogyha abban az időben nekem egészséges a galamb. Nagyon valószínűsége így van, mert hiszen az óra is rákapuk. Na és hogyha ha most valaki beoltja azt a hitvány galambot, amelyik éppen csak lézeng, attól ne várjon olyan immunválaszt, hogy annak a titer szintje majd olyan magas lesz, hogy egy évig kiszolgálja. Lehet, hogy annyi termelődik, hogy 3 hónapig nem betegszik meg, 3 hónap után elkapja a paramixot, és akkor szentségül a galambász, hogy olyan szar vakcinát adtak, pedig én olyat vettem, ami egy éves védettséget ad, ha ne várjál tőle. Még a legjobb vakcinátor se, hogyha az az állat, az oltás pillanatában nincs abban a helyzetben, hogy az arra megfelelő immunválaszt tudjon adni. Nem lehetséges, hogy azért nem használ az a vakcina,
mert úgynevezett táskába, zsebbe hozták be. Tehát hát az a másik, hát az meg világosan látszik, hogyha ha valamire rá van írva, hogy azt plusz 8 fok fölött ne tároljuk, hanem csak alatta, akkor azt úgy kell tárolni. Már valószínű azért írták rá, mert 8 fok fölött elveszíti a hatást. Hát akkor meg, vagy aki olyannal volt, az vássa maga. Vagy döglött vakcináról beszélhetünk? Itt a Jánoshoz fordulok, nem tudom, hogy igaz-e, hogy van-e olyan, hogy döglött vakcina. Jó. A tároláson nagyon sok, a szállításon nagyon sok minden múlik, hát valaki hallgassa a híreket, és ugye miért volt olyan ennek a vírusnak is a vakcinája, ugye nem lehetett alkalmat, ugye, mert rossz volt a szállítás, ugye. Én másképp közelítenék hozzá a galambotnak az oltásához, ugye. A legtöbb vakcinának az a problémája, hogy feltételezem, hogy mindenki tudja azt, hogy mik azok a vakcináknak az összetételei, vagy tisztában van, ugye. Én most már nagyon régóta én csak vizes mázisú oltóanyagokat használok, ugye. Mert azok a vakcinák, amik olajjal vannak higítva, azok a vakcinák, ugye, ha valami abban a pillanatban egy ellenanyagot kell termelni, mikor beoltsuk, jelentkezik, azt mondják, hogy az oltási reakció. Oltási reakció azért jelentkezik, ugye, mert ez egy gyöngített vírus. A gyöngített vírus az a maga a vívő anyagjával a probléma. Ez előbb előkerült a szó, ugye, hogy paramixol. Volt itt ugye Csirkepestistől kezdve kutyafüle minden. A tapasztalat az volt, ugye, hogy 20-25 év után ugye eltűnnek ezek a dolgok. Ugye annak idején a spanyol látva is, ugye, ahogy jött, az el is ment. Ugye. Az igaz, hogy sok embernek az életébe került, ugye. Meg sok mindent megtettek érte, de nagyon sokan elmentek. Itt volt a csirkepest is, ugye, visszaemlékszünk azokra, ugye, hogy jöttek a csirkéket oltani, ugye, már rá volt kötelező, ugye, az állam meghatározta azt, ugye, hogy a pest is ellen védettséget csinálnak. Elmérést. Közben bejött egy zavaró körülmény, el is tűnt. Na most eddig apró dolgok, de sajnos hozzátartoznak, ugye mindig azt kell figyelembe venni, az a szerencsétlen állatnak, ugye, ami hozzákerülnek ilyen anyagok, azok egy 40 dekás galambnak lebontása, ugye, meg az ellenanyag termelése, a kinin termelése, ugye, mert addig kevés, ugye. Most is, hogy oda tényleg, hogy legtöbben nem is igen tudják azt, hogy az állatoknak 99%-át, ugye, amik házi állatokról beszélgetünk, vagy ami zárszám egyszerű állatokkal, ugye, mivel kezdjük az évet, ugye? Mivel kezdjük, Szabó, az évet? Mivel kezdjük az évet? Jól berúgunk. Jó, jó. Így áll, az legalább látszik rajtad. Azzal kezdjük, ugye, hogy beférektelenítsük az állatokat. Ugye. Hogy mit csinálunk az állatokkal? Ne kell férektelenítenünk. Ja, az évet azzal kezdjük. Azzal kezdjük, nem? A kezeléseket, ugye, az előbb... Ja, de én nem tudtam, hogy a kezelések van. Van, mert állapot van, ugye, zárt rendszer van. Ugye, a férektelenítést, ugye, minden állatnál, ugye, meg kell valami úton, módon oldani, ugye. Nagyon sokan nincsenek is azzal tisztában, ugye, hogy a galambszalma borsó féleg, ugye, az egy dolog, azt már nagyon régóta ismerjük. Nem ismerik a légcsőférget, a tüdőférget, a légzsákférget, ugye. A galambnak az egyik legrosszabbja, ugye. Mivel, hogy a szerencsétlen állatnak, ugye, az azért több száz kilométert le kell, több időzónát le kell repülni, hogy ezek az állatok ezt a terhelést kibírják. Úgyhogy hát ott kell benne gondolkodnunk, hogy a megelőzést, ugye, hogy kezdjük azt a megelőzést. Ugye a legelső dolog, mondom, mindenik kutyánál, macskánál, disznónál, lónál, vagy akármilyen, ugye még a csikóknál, ugye, azokat először mindig megpróbáljuk a teljesen
által kihozott férgek, ugye, mert akkor kerülnek a legtöbb férgekben. Ezeket a férgeket megpróbáljuk. Na most, a lényeges dolog ott kell, ott volna, ugye, hogy egyelőre a posta galamb. Hogy is helyezem, inkább nincs kellő ellátás, ugye, az, ami nekünk kellene. Nem csak tájékoztatás szempontjából is, ugye, maga a hozzáférés szempontjából is, ugye. Nagyon sokan csak üzleteket hoznak ki belőle, ugye. És nem azok a tájékoztatások jönnek, amik kellene felkészítés szempontjából. Mert mire gondolsz itt? Itt mindenre. A szövetség részéről, vagy honnan is? Nem, itt a kereskedőket venném inkább belőle. Igen. Ugye. Mert mindig azt próbálják eladni, ugye, ami nem igen megy és drága. Ne az kelljen, hanem az, hogy a hasznos dolgok jöjjenek, ugye? A haszontalan dolgokat ne adjuk, minden hülyeséget a galamboknak, amit nem tud feldolgozni. Mert ha fel tudja dolgozni, akkor különösebb baj nincsen, ugye? Egy itatás általában 40-50%, ugye? Egy oltás 70-90% hasznosítási dolgot volt, ugye? Na most, ha toxikus anyagot kap, ugye? Nem fogja tudni kiüríteni, ugye? Hülye írószerállás mondok, ugye? Az nem fogja kibűfögni. Az a szerencsésebb dolog, mikor kihánya, ugye? De hát az ne történjen. Ne történjen, ugye? Ezeket a dolgokat tudnánk kiküzdeni. Én próbálkozok bizonyos dolgokkal, ugye? Még egyelőre nem állt össze a kép, ahogy kellene. De a felkészítésnek, ugye, mindenki valamit tud, ugye? Nagyon buta emberek vannak, akik tudnak valamit, és nem mondják el, ugye? Pédevert. Nem a Pédevert, a Pédevert az elmondta utána, és le a kalappal. Valaki sokat tudott, arról szerencsétlen 40 dekár galambokról, ő nagyon sokat tudott, ugye? Volt, amit elkezdett elhallgatni, de aztán kijött, ugye, a végén. Az volt a legérdekesebb benne, hogy ő kellene. Nagyon sok minden olyan dologra rájött, ugye, nagyon sok olyan dologra. Jóska is rájött, ugye, de annak van egy volt egy hátulütője, ugye, mert rájött ő, ugye, aminek a hátulütőjét, ugye, nem tudtuk. Az átlag galambász, vagy valakinek volt már valami sikerélménye, bizonyos dologra rájön, csak bezárkózik a társadalom, ugye. Ez a galambász társadalom bezárkózik, ő szeretne nyerni, csak ugye, nincs mellette, akit egy-két embernek elmondják, ugye, aztán az a többi csöndbe marad. Na most talán attól félnek, hogy riválisok lesznek? Ne, a galambok, mindig a galambok versenyeznek, a galambászok galambászanak. Szolgálják ki azokat a szerencsétleneket, lehet, hogy én látom rosszul, de szolgálják ki ők elméjüket. Ugye, és ne a galambászok versenyeznek, majd a galamb ők eldöntik egymás között, úgy, mint mindenféle sportban is, ugye, itt is el kellene. De ő nem tudja azt megmondani, hogy te lökötted, nem jó, elnézést, hogy így fejezem ki magam, ez én nekem nem jó, ugye. Jóska jó nyilvánosan, meg ezzel mindjárt, hogy hatféle takarmánnyal is, ugye, ugyanaz képes lesz 800 000 kilométert röpülni, miért? Azt nem kereste ő meg, de nagyon jó elájött, hogy a bizonyos kosár, 2-3 napos kosárot ételben általában csak kukoricát kap, ugye nagyon jó beltartalma értéke a kukoricának, de ha előtte én kinyalom a hátsó felét, ugye, és ilyen apróhókat meg ilyesmit adok, akkor abban 2 napból csak a második nap fog enni kukoricát, mert az első nap csak nézegeti. Most ezt azért úgy figyelembe kellene venni, meg egy ilyen bizonyos tájékoztató azért nem volna rossz, ha azért a köztudatban lenne. Mondom, lehet, hogy én látom a rossz logot. Jóska rájött olyan dologra, ami Pistinek elmondta, hogy tudta hasznosítani, ugye? Vagy pedig kölcsönösen. No, de hát kérem szépen, azért csináljuk ezeket a videófelvételeket, hogy tájékoztassuk a kedves galambász kezdőket, hogy talán tudnak ezekből valamit hasznosítani.
Jó, ennek hála neked, hogy ez elindult, ez a YouTube-os dolog, hála neked, ugye? Meg az, hogy a Jóska elmondja őszintén, a Pisti elmondja őszintén, de van itt ez mellett ugye jó pár olyan élgalambász, ugye élgalambásznak tartsanak, engalambtartónak, akik nem mondják el azokat a dolgokat, amik más is hadd tanuljon belőle. Azért mondtam azt, hogy az előbb, gyerekek, a galambok versenyezzenek, legyen olyan galambja, ami képes 1800 méter sebességet is, meg 1000-et is, ugye? Hanem nem mondják el ugye, azokat az apró trükköket, ugye, azért, mert nehogy az a másik nyerjen. Mondom, az én látásszögöm lehet, hogy rossz, de mikor én elmondtam a Fiedlernek is, hogy gyerekek, nagyon buta ember, aki tud valamit és nem mondja el, ugye, bizonyos dolgok megjelentek, amiket életben nem jöttem volna rá. Nem csak én, rajtam kívül nagyon sokan. Több ezeren nem jöttek volna rá, ő tudta. Na most, ha nem lett volna valaki, aki azt mondta volna neki, ugye, hogy nyilatkozott, pedig azért ilyen, olyan órás előadásokat tartott, hogy úgy mindenki csak tágatta a száját. Tudott. Na most itt is az lenne a legészszerűbb, hogy ne nosztalgiázzunk, hanem próbáljuk meg, azért nincsen itten, hogy csapkodok elnézést, azért nincsenek fiatalok, ugye, mert hiába próbál egy-két ember segíteni, ugye. De az ön meg az első, ugye, a siker érdekében, ugye, elpróbálja taposni azokat. Nem, hogy segítsen, ugye. Nézd meg a Jóska, hány embernek adott csak úgy galambot, ugye? És volt belőle sikerélmi. Nem azt vette, hogy most én nekem az ellenfelem. A Pánsiába Pistinek se adott volna, mert ellenfelem. Én voltam az első, aki gratuláltam. Pont erről beszélünk, így van, hogy erről kellene beszélgetni. Nem kellően segítik a kezdőket. Ez borzasztó, én szerintem. Én azt annak idején elmondtam Ajkán a többieknek, még a Pisti akkor nem is galambászok. Mondom, gyerekek, mindegyik ötleknek adtam galambot. Mindenkinek elmondtam, hogy én mit csinálok. Én nem azt várom el, hogy te ugyanazt csináld. Amit le tudsz vele szűrni a körülményeid között, ha megcsinálod, lehet, hogy jól jársz. Igen, ám, csak a legtöbben ugye kételkednek is az ember, már biztos, hogy nem úgy van abban, hogy ő elmondta, akkor ugye már megy ezért a varia. És akkor egyszerűen nem tud 5-ről a 6-ra jutni, hiába van nála jó galamb, hiába mondja el az ember, hogy én miért csinálom így, vagy miért úgy. Egyszerűen nem, valahogy nem jönnek rá arra, hogy... Parahegy borsó. Hogy meg kéne próbálni, hát ha végig is igaz. Nem jó közelíted meg. Én mindig azt szoktam mondani az összejövetelekből, hogyha 10%-ra a koszon kívül ragad valami, amit így beszélgetünk, ugye, ha megkérdezed a galambászoknak az ömét, ugye, nem tudják azt, hogy miért inaktivált anyag. Az öme nem tudja. Nem tudják azt, hogy hogy kerül az a légcsőféreg a légcsőbe, ugye? Na most ez a tájékoztató, részben hibásak vagyunk mink is, főleg a Szabó hibás, ez a legnagyobb hibás, ugye, mert nem az... Ezért kaptam a nagy virgács. Nem az hozza ki a riport alanyából, amiből lehet tanulni, ugye. Sokszor rákérdezek, ugye, bizonyos embereknek, hogy te, mi az én aktivált anyag? Hát az, ugye, kezdi mondani, nem tudja, mi az én aktivált anyag. Ez egy gyöngített vírus. Miért gyöngített vírus? Mert az olajjal gyöngítik, ugye. Na most ezekből hát akkor a vakcinájtán van egy vizes bázisú, van egy olajos bázisú. Igen. Vagy nem jól tudod? De jól tudod. Na most például ugye az nem mindegy, hogy mi a vívőanyag, mert például volt a szlovákoknak az úgynevezett szalmóvak vakcina, annak a vívőanyagára 10 galambból 5 allergiás volt, és ugye úgy reagált a szervezet, hogy körül csomózta, egy csomóban ott maradt maga a vívőanyag. A baktérium át tudott terjedni, tehát a hatást végül is kifejtette, de az a vívőanyag az ott megrekedt. Na most egy idő után azt ki lehetett onnan nyomni. Na most én nekem van Nyitran egy nagyon jó barátom, aki bejáratos oda a gyógyszergyárba, már ugye a tulajdonos a Dubaj, az jó haverje neki. És én üzentem a Marcival, mondd meg a Dubajnak, valamit találjanak ki ezzel a szalmovakkal, mert ennek a vívőanyaga valami itt nem stimmel.
aztán rájöttek közben ott is, hogy valami nem jó, és úgy tudom, a mai napig most már nem is gyártják. Nem gyártják. Na de hát a műanyag legjobb tudomásom szerint ez hétpecsétes titok, mert a különböző gyógyszergyártók ugyanazt az anyagot, vakcinát gyártják, de mindegyiknél más a vívőanyag, hát, ha jól tudom, vagy tévedek. Elnézést. Nem téved, hanem az az egésznek a plánie, hogy nem vetik figyelembe azt a szerencsétlen 40 dekás galambot, ugye, mikor beolcsok egy olyan anyaggal, ami oltási reakcióval épül, mert az, amit az előbb a Jóska mondott, az egy oltási reakció volt. Sokan azt mondták, hogy trihóljon össze kutya, nem. Az egy oltási reakció, ugye a maga az anyagból ugye ki nem ment tovább, mert az jól megjelenítés volt, ugye, nem megy tovább. Lettek ilyen csomók, ugye, vagy kivagostad, vagy pedig kifakadt, aztán kifordult neki, ugye. Sokan nem is vették figyelembe, mert nem is tudta, hogy hol van, ugye, a légzsák fölötti résznél, ha ott helyezkedett el, mert mindegy, hogy hol, hogy oldotta, lejjebb vagy följebb. És legtöbbnél az volt a probléma, kezedbe fogod a galamot, aztán amikor oda nyúlsz a légzsák fölé, ugye, ott egy akkora csomó, mint egy dió, ugye. Mi az a csomó? Hát az daganat, daganat az Isten nyavaja. Az egy oltási reakcióból lépett föl. Körhűt okozta a szervezet gyakorlatilag. A szervezet ellenanyagot termet, ugye, mert egy olyan idegen anyag került bele, amit nem tud feldolgozni. Na most ezekre próbálunk úgy azért rávilágítani. Azért mondtam, a kereskedőknek is azért oda kellene figyelni, meg azért nem igen kicsi az a társadalom, ugye. 4300 ember azért ez egy kicsit kevés, ahhoz a létszámhoz függően, ugye. De próbálnánk meg, akik már galambászok rájöttek valamire, ugye. Őszintén mondja, nem győzöm hangsúlyozni, őszintén mondja, a galambjaik versenyezzenek, a galambászok meg galambászanak, ugye. Segítsék elő azokat a szerencsétlen 40 dekás állatokat. Mondom, hogy lehet, hogy az én megjelenítésem rossz, ugye, mert azokat az apró dolgok, amik lecsapódnak, ugye, és a végén valaki összetudja jó rakni, azért jó pitty, hogy itt van mellette, összerakott valamit, ugye, a csordáskacsitól, a Jóskától, meg amit hallott, összerakta, kevés azok az emberek, akik így sorba összerakják. Mondom, bizonyos dolgok. Erre mondják, azt látni is kell, nem csak nézni. De össze is kell tudni rakni, érted? Mindig azt mondja, hát az a sok emberben még csak 10%, akkor már léptünk előre, az a 10%, valami ragadt rája, ugye, akkor már nincs probléma. De amikor nem ragadt semmi, ugye, csak az egyiken bemegy, a másikon kimegy, nem is figyel oda, ugye? Csak azon, de mindenkinek sikerélmény kell, ugye? Kedves nézőink, hölgyeim és uraim, ezek a végzárszó, hogy mindenkinek sikerélmény kell. Remélem, hogy ebből az előadásból videót, ha megtekintik, a drága idők engedik, talán valamit tudnak hasznosítani. Köszönöm, hogy velünk voltak, kívánok az egész galambász társadalomnak nagyon boldog új évet, és a 2021-ben évben eredményes versenyzéseket. Szabó nem bírja a kiképzést. Sokkal anyád, Boris.